Üdvözlök mindenkit, Bálint Erika vagyok, a Tapéta Karnis Kft-től. Ma be fogom mutatni ezeket a műanyag mennyezeti sineket, elmondom, hogy miket kell tudnod róla, és hogy miért is olyan nagyszerű termék ez a mai divatos fém karnis sinek mellett is. A szokásos módon ebből is létezik egy, kettő, illetve három sínes változat. A három síneshez kapcsolódóan mondanám el azt, amit sokan nem tudtok. Ezt egyrészt használhatjátok arra, hogy ugye három különböző karnist rögzítetek rajta, de hogyha megnézitek, ezek a három sínes karnisok mindig úgy vannak összeállítva, hogy van egy sín, kicsit messzebb, mint a másik kettő, ezek közel vannak. Ez azért van így, mert ide kell betenned a fényelteresztőt, tehát ezt a csipkefüggönyödet, a másikba pedig beteszed a sötétítőt, ugyanazt a sötétítőt, csak ugye két részletben, tehát ez akkor működik, hogyha jobbról-balról akarod behúzni középre, és akkor azért éri meg itt a két különböző sínbe betenni a függönyödet, mert hogyha így csinálod, akkor egymás elé fogod tudni húzni őket, és így teljesen megvalósul a teljes fényzárás, még hogyha egy sínen belül van, akkor ugye sokszor van ott egy kis csík, ahol be tud jönni a fény. Azért szeretem ezeket a karnisokat, mert egyrészt görgő van bennük, mutatom, ez a kis görgő, ami ugye a nevéből adódóan is gördül, tehát sokkal könnyedebben mozog, mint a fém karnisokban levő csúszkák, amik csúsznak, surlódnak. Másrészt pedig azért, mert ez egy nagyon jó kis komplett rendszert alkot, tehát vannak hozzá mindenféle végzáró, vannak ilyen lezáróívek, akkor derékszögű sarkok, amikkel ugye át tudod vezetni az egyik falról a másikra, és mindjárt mutatom is őket. Ezzel kapcsolatosan még annyit mondanék, hogy ezzel ugye úgy tudod felrakni, hogy megvarratod a varrónővel, a ráncolóval a függönyödet, annak a valamelyik szálába ezt beakasztod, és igazából ezzel együtt teszed be a mosógépbe is, mosáskor a függöny, tehát amikor ezt ugye belerakod a függönybe, össze tudod zárni, és utána, amikor mosod a függönyt, ezt az egészet csak kiszeded a sínből, és akkor így mehet be a mosógépbe, mosás után pedig csak visszatologatod, ugye már be van ráncolva, és akkor úgy áll ott, ahogy szeretnéd. A görgő helyett sokan a csipet szeretik. A jó hír, hogy van már ez az egybeöntött görgős csipeszünk, tehát nem kell az, hogy ezt használod, és még erre ráteszel egy fém csipeszt, mert akkor az úgy nagyon megtoldja, tehát sokkal hosszabban fog lelógni, ezzel pedig ugye majdhogy nem az a hosszúság van, annyi különbséggel nyilván, hogy ennél itt fog indulni majd a függöny. A görgőnél meg tudod oldani úgy is, hogy a görgő egyáltalán nem látszik, de van, aki a csipesz szereti, és ez egy elég jó erős csipesz egyébként. Általában szoktátok kérdezni, milyen sűrűn kell egy ilyet rakni, olyan 8-10 cm-enként, hogyha egyet beteszel, az már jó. Amikor választasz egy ilyet, akkor általában kapsz hozzá egy egységcsomagot. Ebben az egységcsomagban benne van a szükséges mennyiségű görgő, van benne csavar és tipli a felrakáshoz. A tiplit én javaslom, hogy válasz inkább egy másikat egy barkácsboltban, ami erősebb. Ezekben ilyen nagyon kis, egyszerű, kis vékony tipliket szoktak rakni, tehát hogyha te stabilan szeretnéd felrakni, akkor inkább válasz másikat, ami mondjuk a saját falathoz való, legyen az itong, tégla, gipszkarton, vagy vályog, bármi, beton. A benne van még, mutatom, itt volt valahol, van benne egy ilyen köztes rögzítő, amit én azért szeretek, mert ezt bárhová beteheted a sinen belül, és bárhol ki is szedheted. Ez így néz ki, tehát eléggé hasonlít egyébként a görgőre, ugyanilyen kis picike, csak egy ilyen feje van, és ebben az a jó, hogy ha itt van mondjuk a sined,
és mondjuk nem akarsz a végére tenni végzárót, mert azt mondod, hogy úgyis neki megy a falnak, vagy nem érdekel annyira, hogy megvegyed, mert ez a végzáró, amivel itt lezárod, ez nincs benne sosem az egység, nem a Gardénielnál benne van az egységcsomagban, de nagyon sokszor nincs benne. Hogyha nincs, és nem akarod külön megvenni, akkor ez jó, mert ez bárhol, tehát itt is bárhol bele tudod tenni, és annyi a dolgod, hogy így elfordítod. Itt kell egy kis erőkifejtés, de hogyha beletetted, ezt nem fogod tudni elmozdítani, és akkor csak idáig jön mindig a görgő, ugye nem fog leszaladni a függönyöt. Függöny mosáskor viszont könnyedén ezt ki tudod szedni. Hogyha végzárót teszel rá, akkor annyit kell tudnod, hogy mindig ugye párban vannak ezek a lapos végzárók, ennek van egy ilyen kis nútja, ami majd bemegy ide a sínbe. Nyilván más méret kell az egy, a kettő és a három soroshoz, erre figyelj oda, és az egy pár az mindig két különböző típust jelent, mégpedig azért, mert ez nem teljesen szimmetrikus, hanem az egyik oldalán van egy ilyen kis nútos rész az előlapnak, és ez ezen is megtalálható, tehát úgy kell beraknod, hogy igen, ez nem jó ide, tehát azt kell beraknod, amelyiknek ide esik ez a nútos része, hogy itt is tudjon folytatódni. Ezt ki kellene szednem, mert még itt majd akarok valamit mutatni. Ami még nagyon jó ebben, hogy itt vannak, ide előkészítettem, láthatjátok, hogy mindenféle ilyen kis derékszögű elemek vannak. Ezek jók arra, vagy két nagy különbség van köztük. Az egyik az, ami arra való, hogy ahogy van a sín, a végét így lezárja, befordítja a sínt a falhoz, és ezáltal a függöny is teljesen befordul a falhoz, és megint csak egy teljes fényzárást tudunk elérni. Ez például a kettő sorosból, ez így néz ki, hogy az egyik végén itt vannak a toldók, amivel bele tudod majd dugni a karnisodba, a másik végén viszont nincsen semmi, hiszen ez a falnak fog neki menni. Ebből is van jobbos és balos, és itt arra kell figyelned majd, amikor a jobbos-balost nézed szintén, hogy ez a nót, ez hová esik. Az 1, 2 és a 3 soros változatból is megvan ez. A másik fontos dolog, amit meg tudsz oldani vele, az, hogy akár egy U alakot is meg tudsz csinálni, vagy egy L alakot. Az ilyen toldásnál mindig, mind a két végén ott van maga ez a kis kiálló toldó elem. Azt a másikat, azt nem tudod összerakni még akkor sem, hogyha te beleteszed a toldó elemet, annak olyan a kialakítása, hogy nem fogod tudni toldani vele. Tehát csak akkor tudod itt tovább toldani a karnisodát, hogyha van benne egy ilyen toldó, és akkor itt pedig van a belső és a külső összekötőív. Itt is figyelned kell arra, hogy ez a kis nútos rész hol van. Tehát ennek célszerű mindig a szoba felől lenni, tehát hogyha én ezt rakom föl, akkor, és azt akarom, hogy ez a szoba felől legyen, akkor ez azt feltételezi, hogy itt pont van egy sarok, ugye egy teli sarok, én akkor nem is állhatnék itt, mert ugye itt van a szoba ezen a részen, és ez itt fog látszódni. Tehát ez a külső ív, és van ennek egy másik változata, ez a belső ív, amikor itt belül van ez a nútos rész. Okay? Tehát ennek kívül van, ennek belül. Hogyha ezt rakom föl, akkor ugye itt van előttem a szoba, és akkor itt húzódik elől az elő, nem ez a belső rész, bocsánat, na már belezavarodtam. De az a lényeg, hogy igen, így van, itt erre felé van a szoba. Ez a nútos rész, ez arra való, hogy ilyen mindenféle színű előlapokat bele tudjál rakni. Láthatod, hogy elég nagy a választék most éppen, és mutatom, hogy tudod belehúzni, nem olyan nagyon nehéz, tehát itt, ahol van, csak így szépen ráhúzod. És az éves részekre egy picit nehezebb, de megoldható, úgyhogy én javaslom is, hogy ezt használjátok ki.
És például arra is nagyon jó, hogyha egy hosszabb karnisod van, mondjuk egy szeretnél 4 métert, és azt összerakod 2 darab 2 méteresből, és zavar mondjuk ez a kis illesztés, akkor hogyha húzol bele egy ilyen előlapot, akkor kérsz egy 4 méteres előlapot, és akkor ezt teljesen be fogod tudni húzni. Arra viszont számíts, hogyha úgy rakod fel ezt a karnist, hogy pont faltól falig, akkor nem lesz helyed sem arra, hogy belehúzd ezt az előlapot, mert hát ott lesz a fal, és ez annyit nem hajlik, hogy ott azt úgy be tud igazgatni. Másrészt valószínűleg a toldást is akkor a földön kell majd megtenned, mert pedig pont az a lényege ezeknek ezeknek a toldott karnisoknak, hogy minél kevesebb ember kelljen a felrakásához. Tehát, hogyha nem hagysz ki semmit oldalt, akkor nem fogod tudni ugye majd rátolni a, mert ugye fönt van az egyik karnis, ott benne van a toldó, és nem fogod tudni rátolni a másikat, hiszen nem lesz helyed, ahonnan elindulj. Mit is mondjak még nektek? Jó, hát azt hiszem, hogy ennyi. Ha van kérdésed, akkor keresd meg a tapetakarnis.hu elérhetőségein. Hello!